Természetgyógyászok, lélekbúvárok, az ezotéria képviselői szállták meg az egyik szép őszi hétvégén a már hosszú ideje élettelen görei focipályát. No nem spontán módon, abszolút legálisan, előre bejelentett módon, mondhatni közkívánatra, a görei lakosok óhaját teljesítve. A gyógyulni vágyás reményében már az elmúlt években volt Görén minden évben egy-egy nap, amikor az ősi gyógyászat respekttel bíró képviselő eljöttek a településre. Ezt az önkormányzat tekintettel az irántok megnyilvánuló jelentős érdeklődése meghosszabbította azzal, hogy szállást is biztosított nekik, így egy teljes hétvégén várták a népi gyógyászok a györeieket az általuk nyújtott kezelésekre. A 10 órai kezdéstől folyamatosan előadások vannak, folyamatos a gyógyítás délután 6 óráig, este pedig egy ilyen kis laza zenés programmal, parázsonjárással, ilyesmivel kedveskedünk a vendégeinknek. A megelőzéssel a gyógyulás lehetőségével kapcsolatos praktikák minden mennyiségben, megemlítve az egyén felelősségét is, ami az életmódjával kapcsolatosan esetleg változtatásra szorul. Fókuszban volt a test és lélek összefüggése, kölcsönhatása, az úgynevezett pszichoszomatikus tünetek felismerése, a nyugalom, a harmónia megteremtése témakörben is zajlott több előadás a gyógyító napon. Több ismert, mi több elismert természet, illetve alternatív gyógyászt a település vezetőnek sikerült Görébe csábítania, köztük több olyan úgynevezett csontkovácsot, akiket egyébként az országban sok helyről folyamatosan látogatnak a gyógyszerekkel már nem igazán kezelhető reumatológiai problémákkal küzdködő fiatalabbak és idősebbek egyaránt. Valam, hogy itt a mi környékünkön nagyon jó az orvosi ellátás, és nagyon jó munkát végeznek. Ez egy másik dolog, teljesen más életfelfogás szerintem, meg hogy itt ez arról szól ez az egész, hogy próbálják meg az embereket egészséges életmódra nevelni, meg tanítani. És az is jó lenne, hogyha ez az egész kiteljesedne jobban, és egyre többen vennének ebben részt. Az érdeklődés várakozás fölötti volt a két nap során. A kibővített program egyfajta kárpótlás is volt a györeieknek és a környékbelieknek. A vírushelyzet miatt elmaradt Hajdina Fesztivál és más egyéb kisebb, de hiányzó rendezvények miatt.